Kívánom. Jó napot kívánok. Kit keresnek? Filemon Mihályt önkeressünk. Jó, viszontlátásra, szavazatszámláló bizottság eskü van 4 órától viszont. És esetleg később visszajöhetünk? Utána sem viszontlátásra. Menjétek volna jöttetek. Itt vagyunk Nyírmártonfalván, a lom nélküli lomkorona sétánnyal országos ismertségre szertevő településen, ahol bár kevesebb, mint 2000-en laknak, mégis hatan döntöttek úgy, hogy polgármester jelöltként megmérettetik magukat a június 9-i önkormányzati választáson. Köztük van az a Filemon Mihály is, aki 5 éve fideszes polgármesterként vezeti a falut, idén azonban már függetlenként indul. A polgármester az átlátszóval nem volt túl barátságos, a Telex megkeresésére pedig korábban annyit mondott, ez a magánügye. A kormánypárt sem adott magyarázatot Filemon indulása körüli rejtélyre. Mindez valószínűleg nem véletlen. Tavaly évelején számoltunk be arról az átlátszón, hogy a polgármester 60 millió forint uniós támogatásból épített lomkoronasítányt a település határában, csak a fákat hagyta ki a projektből, ugyanis építkezés közben kivágták azokat. 5 éve alig 20 szavazattal nyert a fideszes jelölt. Igaz, akkor csak 2 indultak. Így kérdés, a rekordszámú polgármester jelölt mennyire fogja Filemon malmára hajtani a vizet. Most elég változatos a mezőny, Filemon mellett versenybe száll korábbi fideszes, azóta a pártból személyes okok miatt kilépő képviselő, 13 évig regnáló volt MSZP-s polgármester, évekig külföldön élő helyi lakos, korábbi alpolgármester, aki régebben a DK megyei elnöke is volt, és jelenleg is önkormányzati képviselőként tevékenykedő jelölt is. Többekben felmerült az összefogás gondolata is, ám ennek részleteiről már megoszlottak a vélemények. Én tavaly novemberben kezdtem el ezt a kampányt, amikor elkezdtem és megkerestem potenciális jelölteket, akit én úgy gondoltam, hogy indulnak, vagy lehetséges, hogy indulnak, ők elzárkóztak az elől. Így indulunk egyszerre ennyien, akkor az én szerintem, az én meglátásom szerint fejl a falnak. Ugyan én összehívtam őket, mert intelligens emberek és tanultak, és próbáltam velük beszélni, hogy csak egy induljon, és a többi támogassa, mert úgy van esélyünk az én meglátásom szerint. Sajnos nem fogadták el ezt az ötletemet. Én vállaltam fel legelőször, hogy erről az oldalról elindulok, és már az ajánlóévek felvétele után jött ez az egyeztetés. Későn döntötték el, szerint. Ennek ellenére egyetértenek abban, a legfontosabb feladat a jelenlegi polgármester leváltása lenne. Én láttam egy indulatot, egy másfajta gondolkodásmódot, egy lendületet láttam 2019-ben, amikor megvolt a váltás. Aztán, hogy mi történt, mi nem polgármesterrel, egy teljesen 180 fokos fordulatot vett. Én azt gondolom, hogy elvesztette a realitás érzékét. És már azt mondtam neki akkor, hogy mi nem egy dimenzióba élünk. Tehát szállj le vissza itt az emberek közé, mert ez nem lesz jó, hosszú távon ez nem lesz jó. 22 éve vagyok önkormányzati képviselő, de én ilyen ciklus még nem értem meg, mint ami ez volt. Egy ilyen énközpontú irányítást sikerült kialakítani a jelenlegi polgármesternek. Itt mindenképpen váltás kell, mert az én meglátásom, meg az emberek meglátása az, hogy ha ő marad, itt a további fejlődés most egy pillanatra meg fog torpanni. Két jelölt hosszas gondolkodás után azt mondta, inkább mégsem beszélne velünk, nem akarnak országos nyilvánosságot. Azt gondolom, hogy nem országos szinte kellett volna sajnos emelni, hanem ennek itt helyébe kellett volna maradni. Mindenkit figyel, mindenkit figyeltet, és nem nagyon mernek szobálni az emberek az utcán, a boltban, vagy bárhol, ahol találkoznak, nem nagyon mernek szobálni a másikkal, tehát ez így, szerintem ez így nem jó van. A félelem az óriási. Én szerintem ez Magyarországnak a legsötétebb falúja, mármint úgy értve luka, a korrupció fészke, vagy minek is nevezzem, nem felcsúlt. És pont ezért nem értem meg, hogy egy párt se áll ki ezt a korrupciót felszámolni, ezeket az embereket felszabadítani. Egyik pártnak se fontos. Valahogy mindegyik Pestre koncentrál, miközben az igazi nagy baj az vidéken van.